Sziasztok, Ádám vagyok. Megérkeztünk Monorra, az Emringre, életem első szlalomversenyére. Mint látjátok, sikerült egy elsős napot kifogni. Hát röviden a feladatról, van egy gyakorlásunk, ahol megismerhetjük a pályát, három éles, mért idő, amiből a kettő legjobban sikerült fog számítani. Egy teljes menet, három és fél kör. Ez utóbbit aznap sokszor mondogattam magamban. Jókor álltam betető nélkül. Nem tudod húzni valahol? Nem nagyon férek el alatta. Mit? Nem nagyon férek el alatta, az a baj. Ja. De... segítettem volna. Van még idő megpróbálni? Megpróbáljuk. Próbáljuk meg. Igazából határeset. Jobb lesz ez így szerintem. Próbáljuk meg. Sikerült a legrosszabbkor ide jönni a rajthoz. Burul az alkohol. Bocsánat. Köszönöm. Jó ablakot húzz föl, készítsd fel a mellett. Legnagyobb esőben sikerült feljönni. Hát ha túlélem, az csoda. Hú, ez nagyon csúszós. Hoppá rá! Most a bólyat nem ártana balról megkerülni végre. Aha. Megpróbáljuk minél kevesebb kormányszöggel. Aha. Jó. Jött, nem olyan jó, mert csúszik, mint a vadállat, de... Ó, madárkák. Az előbb azt mondtam, hogy esik, akkor most nagyon esik. Mint láthatjátok, nem csak a pályán volt kihívás az időjárás. A nagy szél és az eső, hát nem könnyítette meg a dolgom a parkolós ponyvával. És hát, igen. Sorban állva az első éles menetre, hát nem voltam túl bizakodó. Épp az egyik nagyobb eső hullám után vártam a sorom. Bár így legalább nem túl nagy hátrány a kevéske 110 lóerő a velem azonos időszakban érkezőkhöz képest, de a szemiszlék gumi ilyenkor feladja a leckét. Hoppá! Van nem sok volt. Thank you.
mennünk. Nagyon kell figyelni, mert az előbb elkurtam. Na! Remélem érvényes lett. Na, már csak három autónyira vagyunk attól, hogy tudjunk menni egy száraz versenyt, egy száraz etapot. Amennyire elsősek voltak az első mért körök, annyira száraz lett a második gyors. Végre működni kezdtek a gumik, bár a hőmérséklet hiánya miatt továbbra is óvatosan kellett indítani az elejét. Viszonylag elégedett vagyok. Sikerült rengeteget javítanom. És ezáltal azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de hogy az MX-5 kategórián belül visszaszereztem az első helyet. És most még mindig száraz az idő, és már belevágtunk a harmadik etapba. És hogyha az utolsó, tehát a legutóbbi és a mostani összejönne, akkor az még nagyon-nagyon-nagyon jó lehet. Viszont, hogyha itt leesik az eső, akkor az a mondás, hogy bárki, aki ebben is ment, annak az idejét is elveszik, és az első kettő fog számítani. Ami számomra nem olyan jó, mert az eső miatt nekem egy kicsit elromlott az első próbálkozás. Na, továbbra is várjuk a legjobbakat. Az egy állat. A harmadik gyorsra már annyit javult a pálya, hogy érdemes volt sokszor harmadikba is felkapcsolni, de az is igaz, hogy ez néha nem sikerült, vagy nem tudtam eldönteni. Thank you.
ezen kívül az is igaz, hogy a nagyobb önbizalom néhol kisebb túlvállalást is okozott. Összességében nagyon elégedett voltam az autóval, esőben is a pályán tudtam maradni, szárazon meg már tényleg nagyon élveztem. És nem egész 4,1 másodperccel Pál Ádám végzett, 4:46-20-as idővel. A kategória első hely pedig tényleg az az eredmény, ami meglepett, és végtelenül örültem neki. Ugyanis hát a nap elején még nem gondoltam volna, hogy itt bármi értékelhetőre képes leszek. A nap végére viszont a hideg, az eső és a sok várakozás után már csak arra vágytam, hogy egy forró zuhanyt vehessek, és kipihensem a napot. Sziasztok, Ádám voltam, a Life with Rufus YouTube csatornán.